Jó estét kívánok nézőinknek! Önök a Tatai Televízió napi híradóját látják április 10-én, szerdán. Tartsanak velünk ma este. Sajtónyilvános gyakorlatot szervezett a 25. Klapka György lövészdandár a Szomódi lőtéren. Radnótiról szóló előadást szerveztek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idősek napközi otthonában. Járási szavaló versenyt szerveztek a Fazekas utcai iskolában. Tatán koncertezik újra az Omega, a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be. Sajtónyilvános gyakorlatot szervezett a 25. Klapka György lövészdandár a Szomódi lőtéren. A Sárkányharag 2019 elnevezésű szimuláció alkalmával éles és harckocsi lövészetet is bemutattak a tatai katonák. Sárkányharag elnevezési gyakorlaton vett részt a Magyar Honvédség 25. Klapka György lövészdandár a Szomódi lőtéren. A felkészítés két részből állt. A lövészszakasz szimulálva egy védelmi helyzetet, éles lövészetet hajtott végre felbukkanó célokkal. A harckocsi lövészet részéről pedig a nagy erejű ellenség törtetését reprezentálták a katonák. A mai napon a Sárkányharag 2019 gyakorlatnak talán a legmozgalmasabb részét tekinthetjük meg, amelynek során a lövész és harckocsi szakaszok összehangoltan fognak tevékenykedni a Szomódi lőtéren. Ez gyakorlatilag része ennek a gyakorlatnak, mint ahogy azt mondtam. A feltételezett szituáció szerint az ellenség támadást fog intézni a tüzelőállásokban, peremvonalban tartózkodó lövészkatonáink ellen, akik ezt a támadást a harcjárműveik, kézifegyvereik, illetve az aknavető szakaszok támogató tüzével megállítják. Ezt követően a harckocsi szakasz fog ellenlökést végrehajtani, és ezt az ellenlökést mindaddig fogja folytatni, míg a terepviszonyok lehetővé teszik. Amikor a támadás eljut egy olyan terepszakaszról, ami a harckocsik számára már nem járható, akkor ismét a lövészek fognak akcióba lépni, akiket harcjárművekkel eddig az utolsó terepszakaszig kiszállítunk, harcjárműről fognak szállni, és gyalog fogják folytatni a támadást és az ellenség megsemmisítését. Értékelni fogjuk, hogy a katonák hogy lőnek, mennyire találják el a célokat, értékelni fogjuk, hogy a katonákat vezető parancsnokok hogyan végzik a munkájukat, mennyire vezetik az alegységeiket, illetve értékelni fogjuk azt is, hogy a katonák mennyire katonásan, mennyire harcszerűen hajtják végre ezt a mozzanatot. A szakaszok a gyakorlatot megelőző éjszakát már a helyszínen töltötték. Elmondásuk szerint a legnehezebb azonban az összeköttetések megszervezése volt. A mai napon egy védelmi szakaszélest fogunk lőni, ami különleges annyiból, hogy az aknavető szakaszunk, illetve a mesterlövészek fognak minket támogatni. Továbbá nagy erejű ellenség esetén lehetőségünk van harckocsi megerősítést is kérni. Hát a készülődés hosszadalmas volt, jelen pillanatban is, ami a háttérbe zajlik, az a utolsó pontosítások megtétele. Tulajdonképpen tegnap este ki kellett települnünk a Taligahegyre, összpontosítási követet foglaltunk. Ezt követően kinné szakáztunk, járőröket alkalmaztunk, feltűnt az összeköttetést a mesterlövészekkel, illetve a harckocsizókkal. A mai gyakorlaton egy szakasz felsőfokú lőgyakorlatot hajtunk végre, a szakaszon már meglőtte az ehhez szükséges alap- és középfokú lőgyakorlatokat, ennek egy felsőfokú, egy bonyolultabb lőgyakorlatát hajtjuk végre, ami során több cél, több gránáttal kerül, több lőszerjavadalmazásra kerül végrehajtásra. Maga a harcászati helyzet az, hogy a lövész szakasz kéri a támogatásunkat, ők védelmi támpontban vannak, és ők kérnek segítséget, hogy egy ellenlökéssel végre visszaállítsuk az eredeti helyzetet. A gyakorlat során a katonáknak számolniuk kellett a tűzgyújtási tilalommal is, így olyan lőszereket, valamint pirotechnikai eszközöket tilos volt használni, ami a környéket tűzeset szempontjából veszélyeztette. Radnóti Miklós a 4. Eklóga című versének lezáró sorát választotta mottónak a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a költészet napjához kapcsolódó programjának. Az Égre írj, ha minden összetört című előadást két alkalommal hallhatja a közönség. Elsőként ma délelőtt a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idősek napközi otthonában várták az érdeklődőket. Radnóti Miklósról szóló előadással várták az érdeklődőket a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idősek napközi otthonában. A modern magyar líra kiemelkedő képviselője magyar-francia szakos középiskolai tanárként kezdte pályafutását, majd a magyar irodalom egyik legnagyobb és legkedveltebb költője lett.
A könyvtár által szervezett előadáson a legérdekesebb életrajzi adatokat, valamint ismert és kevésbé ismert verseket dolgoztak fel. A Magyar Költészet napján nem csak József Attilára emlékezünk, hanem az összes magyar költőnkre, és mivel itt az idősek otthonában nagyon sokan kérték, hogy egyszer, majd egy alkalommal legyen Radnóti Miklós, hát ezért esett rá a választás. Egy rövid életrajzi áttekintést nyújtunk történelmi és művészettörténeti keretbe ágyazva, és az életútját egy-egy jelenetet bemutató, érzékeltető verset választok. Lesznek közismertebb, mint a Nem tudhatom, vagy arra az Elnicák, de lesznek kevésbé közismert versei is, például az egyik bírósági perét feldolgozó tárgyalásáról szóló naplórészlet, vagy más hasonló olyan versek, amik kevésbé közismertek. Azért is, mivel születésének 110. évfordulóján szinte biztos, hogy az iskolások találkozni fognak az érettségítételek között Radnóti Miklóssal. Anikónak, aki ugye a könyvtárból érkezik hozzánk most már évek óta, az előadásai az egyik legnépszerűbbek a repertoárunkban, de pont ezen felbuzdulva, hogy egyre több irodalmi, költészeti téma kerül nála elő, és általa a mi napközinkben is, most már több költészeti tárgyú előadásunk van, a Tatai Versbarátok köre rendszeresen jár hozzánk, most már havonta egyszer legalább itt vannak, most hétfőn egy Kányádi Sándor előadást tartottak, amit majd aztán a város közönsége is láthat holnap a költészet napja alkalmából nagyon nagy sikerrel, de zenei programjaink is vannak, az egészségügyi előadás sorozatunk is még működik, tehát nagyon változatosak a programok. Hétfőn alig fértünk be a terembe, és most is telt házzal vagyunk, ettől függetlenül továbbra is várunk minden érdeklődőt, akár idős, akár fiatal, akár tag már a napközünkben, akár nem, az összes programunk nyitottan van megtartva. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Csilla von Bőze Láger idősek napközi otthonában színes a programkínálat. A népszerű irodalmi előadások mellett egészségügyi és művészeti foglalkozásokat is szerveznek. Mozgalmasan telik a Művészetek Hete a Fazekas iskolában. A múlt héten a muzsikás együttes nagy sikerű fellépése mellett rajzversenyt és sok éneklést is szerveznek a diákoknak. Ma a költészet napja alkalmából szervezték meg a hagyományos járási szavaló versenyt, amire az idén is sok tanuló jelentkezett. Az évek jöttek, mentek, elmaradtál, emlékeimből lassan elfakult arcképed a szívemben. Juhász Gyula, József Attila, Ady Endre és még sorolhatnánk. A 20. század legnagyobb költőinek verseit szavalták a gyerekek. Hagyományosan a költészet napja alkalmából szervezett kistérségi szavalóversenyt a Fazekas utcai általános iskola. A vers szerető felsőtagozatos gyermekek számára rendezett megmérettetésre kezdetben csak az iskola diákjait várták. A verseny azonban gyorsan népszerűvé vált, és most már a járási települések általános iskoláiból is rendszeresen érkeznek diákok. Erre a környékbeli iskolákban jelentkeznek innen Tatáról a Vaszoriból, Kőkutiból, a mi iskolánkból, illetve a környékbeli falubeli iskolákból, Bajról, Szomodról érkeztek most is versenyzők. Két csoportra bontjuk őket. Mindenkit meghallgatunk, egymás verseit is, hiszen ez arról szól ez a délután, hogy a költészet napjára emlékezzünk, de két korosztályban értékeljük őket, 5., 6. és 7., 8. osztályban külön-külön. Mindenki szívesen jön, mindenki egy pozitív élménnyel tért haza, hiszen nem csak három gyereket emelünk ki az egész versmondó közösség közül, hanem mindenki kap valami minősítést. Mint minden évben József Attila születésnapjára emlékezünk a költészet napján, de idén még kiemelten Adira is emlékezünk, és ezért azt adtuk a verseny megkötéséül, hogy 20. századi magyar költő versével érkezzenek. Mindig szívesen veszek részt ilyen zsűrizésen, mert nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni. Egy-egy ilyen verseny vagy szereplés engem személy szerint mindig feltölt. A gyerekek izgulnak, de annyira aranyosak, hogy mindig egy jó hangulatban telenek ezek a versenyek igazából, ami nem is verseny, hanem egy megmutatkozási lehetőség a gyerekek részéről. Tehát a felkérésnek, hogyha hívnak, én mindig igyekszem eleget tenni. A zsűritagok mindig előtte azért megbeszélik, hogy milyen szempontok szerint értékelik a gyerekeket, de általánosságban nagyon fontos, hogy a gyerek a korosztályának, illetve az életkorának megfelelő verset válassza, vagy pedig a szülő pedagógus segítségével kerüljön kiválasztásra a vers, azt hogyan mondja, milyen a hangsúlya, milyen a hanglejtése, szünettartása, hangszíne, kiállása, túljátsza-e a vers mondást, vagy pedig természetes módon adja elő, mennyire viszi bele az érzelmeket, a mondani valóját.
A tanulók hagyományosan nem dobogós helyezésekért versengtek, hanem arany, ezüst vagy bronz fokozatú minősítést szerezhettek szavalataikkal. 2014 után most újra Tatán koncertezik az Omega együttes. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar rock együttes 1962-ben alakult és több tekintetben is úttörőnek számít a magyar könnyűzene történetében. Az együttes elsőként jutott ki az Egyesült Királyságba, a magyar együttesek közül nekik volt a legtöbb eladott lemezük Magyarországon és külföldön. Népszerűségük azóta is töretlen. A közelgő tatai koncertjük részleteiről sajtótájékoztatón számoltak be. Július 27-én, 5 év után újra Tatárra látogat az Omega együttes. Derült ki az április 10-én rendezett sajtótájékoztatón az Új Kajakház ökoturisztikai központban. A rockzenekar 1962-ben alakult meg, azóta Kossuth és Liszt Ferenc díjjal is elismerték munkásságukat. Idén nyáron pedig ismét a városunkban érkezik a közkedvelt formáció, akiket a szabadtéri színpadon tekinthet meg 2000 rajongó. Mint mindig csak a legrosszabbra készül mindenki. Ez egyébként most egy kicsit ilyen progresszívebb és, hogy mondják ezt, lendületesebb koncertsorozat, ez a Tűzvihar. És nyugodtan mondhatom, hogy most már jól kipróbált, mert most már 8 nagy sportcsarnokon vagyunk túl, úgyhogy mire ide érkezünk addig, szerintem nem lesz benne kivetni való. Tulajdonképpen már 3 éve ígérgetjük, fenyegetőzzünk a Testamentum című anyaggal, ami úgy volt, hogy ebben az évben mutatjuk be, de hát az örök szabály, hogy a lassú munkához idő kell, az itt is működött. Nem lettünk vele úgy kész, hogy mi is megelégedve lennénk, és akkor ilyen áthidaló megoldás, mert hát külföldön is, meg itthon is már betervezett koncertek voltak, és akkor így került ez a Tűzvihar most egyelőre a helyére, és hát most már nem merek jósolni, hogy mikor, de szerintem a jövő év anyaga lesz a Testamentum. Nagyon szerettünk mindig ide járni, mert nagyon szép környezetben vannak a koncerthelyszínek. A tatai szabadtéri színpad az legendásan a nyári turnéknak mindig az egyik égköve volt az Országos Rendezőiroda turnéjában. És tulajdonképpen aztán utána egy hosszabb szünet volt, mert azt hiszem megszűnt a szabadtér, vagy átépítették, de azt hiszem az az említett 5 évvel ezelőtti koncert, az pont az újranyitása volt. A tatai rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor rendőrezredes április 17-én 10 és 12 óra között tartja következő fogadónapját hivatalában a rendőrségen. Az Ady Endre utca 27-es szám alatt várja a hozzáforduló lakosokat. A Magyar Vöröskereszt tatai szervezete újabb véradást szervez, a mai napon is várták a véradókat, de holnap is még van lehetőség az önkéntes véradásra. Déltől egészen este 6 óráig a Magyari Zoltán Művelődési Központban várják az önkéntes véradókat. Tereprendezés, takarítás és szemétszedés. Önkéntesek zöld napját szervezik meg a Fényesen. Április 13-án szombaton reggel 8 órától várják mindazokat, akik szeretnének részt venni az önkéntes programon. A Tatai Kenderke Néptánc Együttes szeretettel vár minden érdeklődőt a 100 virágszál bőjti karikázójára a Kossuth térre április 14-én 4:12-kor. A Kunidomokos Múzeum és a Tatai Helytörténeti Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt Zilahi György festőművész emlékkiállítására. A kiállítást Kövesdi Mónika művészettörténész nyitja meg április 14-én 15 órakor a Tatai Várban. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idősek napközi otthonának jövő héten is folytatódnak a programjai. Április 15-én, hétfőn délelőtt 10 órakor Kovács Ivetta úti beszámolóját hallgathatják meg az érdeklődők Rómáról. Híradónk végén következzenek még egyszer mai híreink egy-egy mondatban. Sajtónyilvános gyakorlatot szervezett a 25. Klapka György lövészdandár a Szomódi lőtéren.
Radnótiról szóló előadást szerveztek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idősek napközi otthonában. Járási szavaló versenyt szerveztek a Fazekas utcai iskolában. Tatán koncertezik újra az Omega, a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be. Április 10-én szerdán önök a Tatai Televízió napi híradóját látták, köszönjük figyelmüket! A képernyő alján olvasható elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, információikat. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Én köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!